Kísérletben prizmával kísérletezik tovább, párhuzamos fénysugarakat ejtjük a prizmára. Most is a második törőfelületen teljes visszaverődést szenved a két fénysugár. De ha megnézzük, akkor az előzővel ellentétben most kitakarom a belső fénysugarat, és jól látszik, hogy ott a külső fénysugár nem látható, ha viszont most a nálam külső fénysugarat takarom ki, akkor ott viszont a belső fénysugár nem változik, tehát itt a fény nem váltotta föl, egymást nem fordította meg a prizma a két fénysugár.